A kapálási világbajnokság kezdetét veszi, onnantól kezdve lassítva fogjátok és fogjuk látni a cselekedetet. Oké? Átosodom a szót, kapcsolunk a helyszínre, ahol két kollégám már várja a szót. Tessék! Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a kapálás világbajnoksági döntőjében. Bemutatom kollégámat, Gergőt, aki korábban szintén bajnok volt, ő a mi szakkommentátorunk, illetve engedjék meg, hogy én is bemutatkozzam, Ursula vagyok. Nagyon fontos tudnunk, hogy a mai nap két olyan versenyző áll egymással szemben, akiknek technikájuk teljesen eltér, de ezt majd kollégám elmondja, az orosz Olga, illetve a magyar származású Dénes versenyt ma a kapálás világbajnoki címéért. Igen, akkor én is köszöntöm a nézőket. Hát így ugye szakkommentátorként annyit mondanék el a versenyzőkről, hogy az orosz Olga, ő orosz rockzenére szokott melegíteni, ezzel bedurrantja az izmait, szóval ő alapvetően így erőből kapálin. Úgyhogy így azt láttam rajta eddig a versenyek során, elődöntő csinálkozó során. Alapvetően ő erőből próbálja megoldani a kapálást, és egy kicsit a másik technikát használja, a magyar hátrafelé kapálás, a magyar virtus szerint kapál, van egy kicsi esze, úgyhogy egy kicsit jobban logikázik, technikázik, mint az orosz versenyző, de szerintem ma az ész és az erő fog összecsapni a versenyben. De olyan bájos ez a fiatal ember, úristen, visszaszámlálás elindult, nem beszélek. És hát milyen lelkesen belegítenek a versenyt. Kettő. És elindult a verseny. Elindult, hölgyeim és uraim. Azt láthatjuk, hogy lassítva a képen megjelenik ez a nagyon különleges orosz technika, ami most még nem annyira izgalmas, de a következő mozdulattal mindenki meg fog lepődni, hogy mi történik. Igen. Alapvetően ez igen, vagy az orosz technika. Ez a dögönyözés, technikát használja. Szóval teljesen technika nélkül kézzel kapál, és szabály... Alapvetően valami szabálytalanságot vélek felfedezni, hiszen bor homokkal szórja be a magyar versenyzőt, aki a hátulról kapálás technikáját láthatjuk egyenesen. Ez az egyik legnehezebb technika, ez olyan, mint a hármas szaltó ugye a gyors korcsolyába. Az orosz Olga